Megtörik a 7 éves átok, ez is tétje volt a hétvégi bajnoki fordulónak, amikor a Lébény fogadta a János Somorját, a hazaiak zöld, a mieink pedig kék-fehér mezben. Ilyen régóta nem sikerült győznünk, ugyanis Lébényben csak döntetlenekre futotta az erőnkből, és abból sem volt túl sok. Tehát a hazai pálya előnye az elmúlt években egyértelműen a Lébény mellett szólt. A tabellán ők a 8-ak, a mieink a 13-ak voltak a találkozó előtt. A mieink előtt már a 8. percben lehetőség adódik, Cseri lövését még kivágják, aztán Tóth Norbert próbálkozik messziről, nem túl erős a löket, bár lefelé száll, nem okozott problémát Szabados Ronaldnak, de az első helyzet a mi nevünk mellé íródik. Egy perccel később jön a válasz a Lébénytől, nagyon hatékonyan kontráztak még a vizes füvön is a hazaiak, jobban alkalmazkodtak a körülményekhez. Nagy lövése a kapufa segítségével nem kerül aztán be a hálóba, Füredi Balázs kezén elcsúszik a vizes labda, nagyon nagy szerencsénk van. Nincs meg a vezetés az ellenfélnek, mint ahogy nincs meg a 15. percben sem, amikor Zeitler lő fölé egy szabadrúgást. Nagyon jó szögből, nagyon jó pozíciókból harcoltak ki szabadrúgásokat az ellenfél játékosai, gyakran csak szabálytalan eszközökkel tudjuk megállítani őket. Egy próbálkozás Sárközitől a 20. percben, kicsit reménytelennek tűnt a szög, de ez is csapódott lefelé. Egy perccel később János Somorjai helyzet, Fetik sarkal, látványos a mozdulat, de kevésbé hasznos. Talán egy labdalevétel és egy lövés veszélyesebb lehetett volna. Nagyon kevés a próbálkozásunk a félidő derekán. Aztán Alasztics megkerüli a János Somorjai középpályásokat, nagyszerűen centerez, Zeitler pedig ezt már nem hibázza el. Gyors és látványos góllal szerzi meg a vezetést a Lébény a 22. percben. Maga a gólpassz is már szépségdíjas. Alasztichot nagyon nehezen tudtuk tartani mezőnyben, nagyon robbanékony, gyors játékos és hajszálpontos labdát ad, ott pedig már nem mertük Zeitlert bántani. Korábban hasonló helyzetben már lerántották a mieink az ellenfél 18-asát, most inkább hagytuk, hogy beforduljon, ez lett a vége. A mezőny játékot tekintve teljesen megérdemelten vezet a Lébény, és továbbra sem állnak le a helyzetek gyártásával. Fél óra elteltével egy szabadrúgás, ami ismét fölé száll. Rögzített helyzetből tehát nem voltak annyira veszélyesek a hazaiak. Aztán, ami nagyon nem volt benne a meccsben, Furman előrevág egy labdát, Cseri oldalra fejeli, Pap Zsolt pedig kapásból lő, és bár Szabados belekap, talán őt is megtréfálta a vizes labda, szinte helyzetek nélkül egyenlít a János Somorja a 40. percben, még pont jókor a félidő vége előtt. Nem mozognak az üres emberekkel a 16-oson belül a lébényi védők, Pap Zsolt pedig ilyen távolságból nem hibázza el, nem túlzottan erős a lövés, de annyira közelről adja le, hogy a kapus már nem tud hárítani. Felvillant a remény, hogy esetleg egy új meccs kezdődhet, amiben esélye vehetjük fel a harcot a Lébénnyel, de továbbra is a hazaiak jönnek előre. Sallai lő a 42. percben messziről. Ezt Füredi hárította, hiszen nagyjából középre ment a lövés, és még ugyanebben a percben egy újabb akció, egy középretett labda, amiben aztán belekap Füredi, és másodszor is hárítania kell. Nagyon szerette volna visszavenni a vezetést még az első félidőben a Lébény, de ez nem sikerült a hazaiaknak. A második játékrészben egyik csapat sem cserélt. Mindenki próbált az eredeti felállás szerint maga javára fordítani a találkozót, és szerencsére a mieink kezdték jobban ezt a játékrészt, Pap Zsolt messziről próbálkozik. A távoli lövések könnyen zavarba hozhatták a kapusokat ezen a vizes talajon. Aztán minden visszazökken a régi kerékvágásba az 59. percben, amikor egy beívelt szabadrúgás után Nagy Szilárd csúsztat, Füredi nem tud hárítani, hiába egyenlítettünk ki. Negyed óra reményünk volt, aztán megint a Lébénynél az előny, 2-1. Nagyon szép ez a találat is. Nagy Szilárd kilép, megelőzi a védőket. A mieink közül senki nem ugrik fel, de egy ilyen magas labdára nem is lenne érdemes. Itt pedig már látszik, hogy Füredi Balázs verve. Hátra volt még fél óra, nem kellett feladnunk a reményt, nagyon kevés volt a helyzet. 64. perc, megint egy ívelés, Tóth Kristóf érkezik a hosszú oldalon. Többnyire beívelésekkel próbáltunk veszélyeztetni, ebből legalább egy gólt találtunk még az első félidőben. Aztán a 67. percben a csereként beállt Frank Viktor pillanatai következnek. Egy távoli lövés megpattant ugyan, de nem volt benne erő. Füredi könnyűszerrel hárít. 2 perccel később egy János Somorjai helyzet. Ez sem annyira veszélyes, nagyjából ennyire futott a félidő derekán a két csapattól, de ez a Lébénynek teljesen megfelelt, hiszen az idő múlásával egyre jobb helyzetbe kerültek, és még azt sem bánták, hogy csak ilyen lövésekre futott az erejükből. Telnek a percek, továbbra is egy gólos lébényi előny,
aztán egy János Somorjai labdavesztés saját térfélem, 77. perc, egy nagyszerű indítás, és a csereként beállt Frank Viktor 3-1-re módosítja a találkozó állását, nagyon higgadtan elpörgette a felugró Füredi alatt a labdát, nagyon látványos, ahogyan állva hagyta a János Somorjai védőket, hiába a csúszós talaj, nagyon pontos az átadás, pont Frank előtt pattam meg, ott pedig már lépés előnyben van a hátvédekkel szemben. Nagyon szép a befejezés is, sokkal több helyzete van a lépénynek, és ezek közül többet ki is használ. Két gólos az előny most már a hazaiaknál, és kevesebb mint negyed óra van hátra. 82. perc, egy védőkön megpattanó labda szinte becsapja élő Eriket, aki csereként állt be, hiszen Szabados megsérült egy ütközés után, de a cserekapus is nagyszerűen kapcsolódott be a mérkőzésbe. 85. perc, az ellenfél egyik legjobbja Alasztics, csúnyán fölé durrant. Nagyon sokszor volt helyzetben egyébként Alasztics, de ezeket rendre elpuskázta, igaz jegyzett egy gólpaszt is. 89. perc, megint a János Somorja támad, és Tóth Kristóf teszteli még utoljára élő Eriket. Erőből megy a fejes, de sajnos középre, élő így a létszaló ki tudja ütni. Itt látszik, hogy a helyzetbe kerülés az még dicséretes, nagyon rossz helyre tisztáznak a védők. Tóth Kristóf talán, hogyha a hosszú sarkot választja, behullhatott volna a labda. Így élő Erik még kézzel felér és hárít. Több helyzet már nem esett a mérkőzésen. A játék minden elemében felülmúlta a lébény a János Somorját és megérdemelten győzött. A miénk őszi veszőfutása tovább tart. Javítani hazai pályán vasárnap 14 órától lehet a Nyúl ellen. Nehéz találkozónak ítélem, és azt is nyilatkoztam az újságban, hogy nagyon nehéz mérkőzésen nagyon akartuk a győzelmet, és azt hiszem most a lébényi szív győzött, hiszen minden játékoson mindent megtett azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerni, és a nehezen is, de sikerült. Sajnos az első fél időben a lébény fölénk nőtt, nem tudtuk kivédekezni az ő támadásaikat, a gyors kontráikat, a gyors játékosokat nem tudtuk megfogni, pár harcokat vesztettünk hátul és a középpályán egyaránt, nagyon nagy területeket hagytunk, így jobbak voltak az első fél időben, örülhettünk az 1-1-nek a szünetben, a másik fél időben viszont akkor szerzett gólt a lébény, amikor a játékban nem volt benne, és ez nagyon megfogott minket, onnantól kezdve nem tudtunk újítani, és sajnos megérdemelt győzelmet szerzett a lébény.